Sziasztok srácok, gondolom azért egy páran követték Discordon vagy Twitteren a kis káváriámat azzal, hogy felújítottam a számítógépemet. Felújítottam a CPU-mat, ezzel együtt ugye platformt váltottam, tehát az alaplapot is, upgrade-eltem a RAM-ot, vettem bele új SSD-ket, új hűtőt, tápegységet, gyakorlatilag az egyetlen dolog, ami megmaradt, az a drága kis videókártyám. Tehát erről már csináltam ugye videót, hogy miért van az, hogy nincsen videókártya, amit lehet vásárolni. Egy picit szeretnének titeket végigvezetni azon, hogy nekem hogy volt ez a képújítás. Az egyetlen és legnagyobb limitációja az, hogy milyen büdzséje van rá az embernek. Na hát amikor először nekiálltam, akkor úgy voltam vele, hogy megpróbálok valahogy végiát szerezni hozzá. Erről is volt egy, hát mondjuk úgy, hogy káváriám, amit szintén streamen végig lehetett követni, ahol kiutaltam pénzt egy kedves embernek, ismerősén keresztül, hogy ő szerez nekem végiát, amiből az lett, hogy nem lett végiát, de szerencsére a pénzt visszakaptam. És még a videókártya is állítólag megjött, de valahol egy varázslatos iskola buszon tengődik a világba, és soha se fog ideérni valószínűleg, úgyhogy elengedtem. És akkor úgy voltam vele, hogy oké, volt az a büdzsém, amit rá akartam szánni a gépre, akkor összeraktam belőle egy Ryzen 7 3800X-es konfigot, 32 GB RAM-mal, tattara, kisebb SSD, stb. Hogy beleférjen a videókártya. A végére pedig eljutottam oda, hogy nincsen videókártya, jó, akkor szarunk bele az egészbe, és belebasszuk az egész pénzet a gépbe. És így jutottunk el oda, ahol most vagyunk. Viszont nyilván az összes számítógép frissítésnek a legnagyobb sarokköve az a büdzsé. A legrosszabb benne az, hogy mindig van egy picivel többért upgrade. Mindig az van, hogyha ez a cucc, ez mondjuk 10.000 forint, hogyha 13-ért vagy 15-ért veszed, akkor már egy picivel jobbat lehetne kapni, és az csak 3-5.000 forint. Mi az egy 100, 200, 300, az én esetemben egészen majdnem 500.000 forintos PC-nek az árához képest, hogy belerakjuk azt az 5-öt. De hogyha már belerakjuk azt az 5-öt a másiknál, ott az egy nagyobb komponens, ott csak mondjuk 10-et belerakunk, akkor mennyivel jobbat lehetne venni? Jó, de hogyha már eljutottunk arra a szintre, és így tovább. Ezt gondolom mindenki ismeri, nagyon nehéz megállni egy gépújításnál, hogyha nincs egy annyira fix büdzséje az embernek, hogy oké, ennyi, és ennél többet nem. Főleg akkor, amikor munkagépről van szó, mert azok az apró kis részletek, azok az apró kis upgrade-ek, azok mindig fájó pontok tudnak lenni. Na de, hogy ezt valamivel demonstráljam. Az egyik ilyen folyamatosan változó dolog volt az SSD-m. Ugye nekem a régi platformomon még nem is volt M2-es slotos SSD. Ezt kezdjük újra, bocs, nem figyeltem. Nem is volt M2-es slotos SSD-m, és az új konfigban mindenképpen szerettem volna egy PCI 3-as legalább M.2 SSD-t, NVMe SSD-t, ami, hogyha valaki találkozott volna már vele, az egy ilyen iciri-piciri kis SSD stick, amit bele kell tenni az alaplapba, vagy hogyha valaki vesz hozzá ilyen extension cardot, akkor bele lehet rakni abba. Mindegy, alapvetően az alaplapba kell belerakni, és ez volt az, ami először úgy indult, hogy a költséghatékonyság szempontjából egy darab, hogy is van, fél terabájtos 970 EVO-t akartam belerakni, ez egy nagyon jó minőségű NVMe PCI 3-as, még nem a legújabb PCI 4-es, tehát ilyen 3-4-5000 megabyte per szekes írási sebesség, olvasási sebességet tud, viszont amire nekem kell, arra szuper, és az előző satás kis SSD-mhez képest közel 10-szeres sebesség ugrásról beszélhetünk. Na és ez kezdődött úgy ugye, hogy oké, lesz egy fél terabájtom, mert arra szükség van, arra rá tudom rakni az alapprogramokat, viszont utána bejött az, hogy elengedtük a végját, akkor hogy lehetne az egész konfigot kicsit följebb tuningolni? Mi az, ami még esetleg beleférhetne? Mert nyilván az 500 és az 1 terabájtos között nem dupla ára különbség, hanem azért egy picit kevesebb. Tehát ha jól emlékszem, az ilyen 20 pár ezer volt, akkor az 30 pár ezer forint volt. Az egy 3-400 ezer forintos büdzsénél úgy van az emberben, hát ez a plusz 10 ezer forint az belefér, és akkor úgy voltam vele, hogy jó, akkor 1 terabájtosat fogok vele belevenni, de jó lenne, hogyha egy ilyen NVMe SSD-t tudnék a játékoknak is adni. Akkor volt az, hogy az 1 terabájt 970-et visszaváltottam arra, hogy veszek egy fél terabájtos 970-et, és egy 1 terabájtos 860-at, ami ugye egy lassabb, ugyanígy Samsung NVMe SSD lett volna. Addig csűrtük, csavartuk ezt az egész büdzsé dolgot, feleségem is nagyon sokat belesegített, hogy összejöjjön, hogy végén belefért az, hogy lett egy fél terabájtos
és egy 1 terabájtos ugyanabból a gyorsabbik fajtában, nem a leggyorsabb, mert az kb. Kétszeres lett volna árban, mint ezek. De mondom, az én használatomra, a munkához, programok futtatásához, játékok futtatásához, amíg egyébként nincs a Direct Storage, erről majd csinálok videót, addig ezek tökéletesen fognak nekem működni, még a kibaszott Warzone is gyorsan be fog tölteni, meg akármi játék, ami még jönni fog a következő 1-2 évben. Tehát így változik egy PC fejlesztésénél az is, hogy mi kerül bele. Platformot váltottam, nekem még régebbi i7 4930K-n volt, ami egy DDR3-as platform, és most váltottam Ryzenre, mert hát ugye az AMD átvette a hatalmat minden téren a processzor oldalon, és én is úgy voltam vele, hogy váltani akarok, nem akarom annyira az Intelnek azt a hozzáállását támogatni, amit az elmúlt pár évben csinált, úgyhogy én is váltok AMD-re. Egy Ryzen 7 5800X lett végül a processzor, amit választottam. Első körben, amikor még kicsit a büdzsé az vissza volt szorítva a videókártya miatt, akkor úgy voltam vele, hogy elég lesz nekem a 3800X is, nincs rá szükségem, az a 10-15% teljesítmény különbség a kettő között nem számít annyit, hogy rá akarjam költeni azt a plusz 10-20 ezer forintot, ami az árkülönbség volt akkor. Viszont ez is olyan volt, hogy lehet, hogy mégiscsak rá kéne költeni, mert akkor egy újabb architektúrát kapok, akkor az újabb chipset, a PCI 4-es sebességeket később jobban ki fogom használni, kicsit future-proofosabb lesz. Végül 5800X mellett döntöttem, ehhez nyilván kellett egy alaplap is. Kutakodtam, olvastam fórumokat, végül pedig a Gigabyte a Gigabyte X70 Aorus Elite alaplap lett a díjnyertes, akire kiadtam a nehezen megkeresett pénzünket. Ez is szintén ugyanolyan változásokon esett át, mint a többi, mert amikor még a 3800X volt a befutó processzor oldalon, akkor úgy voltam vele, hogy B550-es alaplapot fogok venni, amibe ugye bele lehetett volna rakni már később az 5000-es szériást is, illetve az idén kijövő valószínűleg 6000-es szériást is, tehát lett volna egy fejlődési útvonalom. Viszont amikor váltottam egy picit följebb, akkor úgy voltam vele, hogy hát az overclocking miatt, meg a PCI 4-es sebesség miatt, a storage-ra, ami később ugye a játékok szempontjából fontos lehet, hogyha a konzolos az SSD sebességeket kihasználó standard bejön, akkor szükség lehet arra a PCI 4-es SSD-re, úgyhogy mi lenne, hogyha már egyből X570-et fogunk a gépbe rakni, mert hát akkor nyílik nekünk ez a lehetőség, overclockolás szempontjából is jó, amit ugye mint láthatjátok itt ezt a hatalmas dögöt a gépemben, egy Noctua NHD 14 volt az, ami helyet kapott. Erről azt kell tudni, hogy ez tipikusan az a CPU hűtés, amit soha a büdös életben nem fogsz lecserélni, hogyha csak mit tudom, nem jön rá, hogy vízhűteni akarsz meg mindent, mert levegőhűtésben ez gyakorlatilag a csúcs. Vannak más Noctua termékek is, vannak más Noctua termékek is, amik hasonló jó cuccok, viszont marginális különbségek vannak, viszont ez az, ami halk, vízhűtéseket porba ver, olyan teljesítményt tud, és egyébként meg, tehát hogy nem lehet belekötni. A hűtésnek a csúcsa a Noctua, ezt mindenki elmondhatja. Annyi volt vele az érdekesség, hogy a Noctuának ez a D14, ez már régen kijött hűtő, vagyis a legújabb A4-es szoketre, ami ugye a CPU-nak a szoketje, arra nem ment rá, mert ott megváltoznak minden szoketnél általában, hogy lehet rárakni a hűtőt. Ehhez nekem vennem kellett egy átalakítót, de egyébként ezt a Noctua ki is küldte volna nekem ingyen, csak akkor Covid helyzetben ki tudja milyen lassan reagálnak, mikorra ér ide, stb. Úgyhogy gyakorlatilag már csak 3 dolog maradt a gépben, ami fejlesztésre szorult. Illetve igazából 4, de az egyik az nem olyan fontos. Az egyik ugye a ház, amit itt láthattok, ezt igazából úgy választottam, hogy bele tudjam rakni a sok régi HDD-met, a sokféle minden médiaanyaggal, meg játékrögzítés, meg mit tudom, hogy elférjen rajta a sok szar, és még vettem hozzá egy 2 terabájtos Seagate HDD-t, szintén ilyen megfontolásból, hogy elférjen rajta az a sok szar, amit nem akarnék mondjuk SSD-n tárolni, mert mondjuk csak videófájlok, vagy hangfájlok, vagy ilyesmi. Aztán nyilván új platform, új alaplap, új CPU, új minden, az azt is jelentette, hogy új RAM ment bele, szintén zenész, egy HyperX Predator DDR4-es RAM-ot választottam a végén. Eredetileg 32 GB lett volna,
viszont 3600 MHz-es, ami kurva jó, CL16-osat néztem, viszont ott megint csak jön a döntés kényszere, hogy oké, okay, akarom a kicsit gyorsabb RAM-ot, de a kicsit lassabb RAM kétszer akkora kapacitással az lehet, hogy mégiscsak jobb lenne performance szempontjából. Igaz, hogy nem RGB-s, mint a Trident Neo, amit néztem először, de hát nekem mégse az kell, hogy jól nézzen ki, mert hát úgyis be fogom dugni az asztalom alá, és senki észre se fogja venni, hanem akkor legyen kapacitás az első, úgyhogy 64 GB 3200 MHz-es HyperX Predator-t vettem a gépembe, és eddig tökéletesen muzsikál. Így pedig az utolsó komponens nem más volt, mint a tápegységem. Na most azt tudni kell, hogy nekem a régi tápegységem se volt egyébként gyenge, egy 700 wattos Cooler Master volt, viszont az nem tudott 80 plusz goldos, se silveres, se semmi értelmes efficiency-t. Mi az efficiency magyarul? Hatékonyság. Hatékonyság. Igen, nem dolgozott olyan hatékonysággal, és akartam egy megbízhatóbbat, mert azért az a Cooler Master, amit akkor vettem, azért az egy elég büdzsé kategóriás valami volt, amire azt mondják az okosok, és szerintem én is ezt mondom rá, sőt a streambe is ezt mondtam, hogy ne bízzátok rá a több százezer forintnyi komponenseiteket, amit nagy nehezen összevásároltatok egy szar tápra, mert az egészet megölheti. Úgyhogy végül a Be Quiet Straight Power 11 750 wattos tápja mellett tettem le a voksot. Egész egyszerűen, és a többire is nagy részt ez igaz, utána néztem fórumokon, hogy az okosok mit ajánlanak, és például a tápegységeknél nagyon fontos, hogy van egy, nem is tudom, csapat, vagy nagyon elhivatott user, aki fönntart egy listát, ahol ilyen tierekbe szedi, S-tier, A-tier, B-tier, C-tier, stb., hogy melyik tápegységet milyen minőségű belső komponensekkel gyártották le, mert nyilván ez az egyik legfontosabb egy tápegységnél, hogy meddig fogja bírni az a komponens. Egy kínai szar, vagy egy kínai jó, nem tudom, hol gyártják a jó komponenseket, amíg megy rajta keresztül az áram, meddig fogja bírni, mennyire tudja leadni, mennyire tiszta, mennyire megbízható. Mi van, hogyha elmegy az áram, hogy kezeli? Tehát, hogy ez mind olyan dolog, ami a tápegységnek ki kell bírnia, és mondom, egy jó tápegység és egy szar tápegység között lehet 20, 30, 40 ezer forint különbség, de mennyit ér az a 20-30-40 ezer forint, amikor nem kell azért idegeskedned, hogy a, mit tudom én, a 100 ezer forintos CPU így elmegy a picsába. Úgyhogy ne spóroljatok a tápegységen, mert ez is egy olyan dolog, mint a Noctua hűtő, akár évtizedekig is megtarthatod, hogyha nem nőnek az energiaigények annyira, mert egyszer nem fog elromlani, nem fog elkopni, újra fel fogod használni, megéri az árát. Na, és akkor elérkeztünk oda, hogy megtörtént az upgrade, a i7 4930K, 16 giga RAM, béna hűtő, béna tápegység, béna ez meg az, ról, ugye erre a igazi dög gépre, nyilván a VGA az maradt. Viszont ettől függetlenül engem érdekelt, hogy a két gép hogy teljesít egymáshoz képest, és úgy érzem, ez valamennyire a mai világban, ahol nem lehet VGA-t beszerezni, több embert is érdekelhet, hogy oké, okay, nem tudok VGA-t cserélni, de kicserélek minden mást a gépemben, hogy fog ez lecsapódni a játékban, a munkában. Úgyhogy most csalni fogok és lesni fogok, mert csináltam egy csomó benchmarkot. Először nézzük a játékokat, mert nyilván ez az egyik legérdekesebb része az egésznek, hogy fog futni majd az a WoW. Nem annyira jól, mint gondoljuk. Mielőtt belevágnék a benchmarkokba, egy dolgot szeretnék leszögezni. Kifejezetten olyasmit kerestem, ami szintetikus benchmark tudott lenni. Tehát nem az a fajta, hogy bemegyek a Fortnite-ba, besétálok egy falhoz, ugyanoda állok, ugyanúgy nézek, ugyanúgy áll a kamera, ugyanúgy ütögetek, ugyanolyan fegyver van nálam, stb. Hanem valami, amit konzisztensen le lehet tolni a játékban az egyik géppel, aztán a másikkal is. Erre van beépített benchmark elég sok játékban. És az egyik ilyen, amit leszettem, a Final Fantasy 14 online-nak a Shadowbringers benchmarkja, ami az egyik legfurább volt az egész szútból, mert ez nem adott ki nekem semmi FPS számot, meg minimum FPS-t, vagy frame time-ot, vagy bármit, ez kiadott egy számot a végén, hogy 11709 volt az előző gépem, és 13451 az új gépem. Akármit is jelentsen. Ahol már kicsit talán érdekesebb lehetett volna, mert FPS számokat kaptam, az például a nemrég játszott Forma 1 2020 volt,
amit letoltam high és ultra high felbontásban is, amit most láthatatok is a képernyőn, hogy a high átlagban 103, minimum 32 FPS-sel futott. Akarom mondani 82. Az ultra high pedig 61-42-vel a régi gépem. Ehhez képest az új gépen a high 103 és 83-mal futott. Az ultra high pedig egy picit javult 68-ra és 50 FPS-re. Ha ezeket a számokat nézhetitek, látszik azt, hogy a szegény VGA az, ami visszafog mindent a rendszerben. A CPU nem sok dolgot tudott hozzátenni high-on, ultra high-on egy picit többet. Nyilván ez mutatja, hogy mennyire dolgozik az adott játék esetleg a CPU-n vagy a VGA-n. Nyilván ez optimalizációtól is függ, és általában jobban optimalizált játékok inkább a VGA-ra, a GPU-ra helyezik a hangsúlyt, ezért a CPU-RAM upgrade abban nem látszik meg annyira. Na de, a következő benchmark, amit lefuttattam, a Shadow of the Tomb Raider-nek a beépített benchmarkja volt, ami már egy viszonylag áttekinthető végeredményt adott ki, viszont nem lettek nagy változások. Az eredetiben, az előző gépemben 57-es átlaggal és 43-as minimumokkal hozta a játék 1080p high-on, amit tudott, míg az új gépben ez fölkúszott egészen 59-45-ig. Na most erről azt kell tudni, hogy a Shadow of the Tomb Raider ki is írja, hogy mennyire a CPU, vagy mennyire a GPU-nak a sara ez az egész, és az előző gépemben azt írta, hogy a performance-unk az 99%-ban a VGA-tól függ, míg a másodikban, tehát hogy a CPU sehol nem battle-netkelte, sehol nem volt szűk keresztmetszet az, hogy a CPU valamit nem tudott, vagy a RAM valamit nem tudott kiszolgálni a VGA-nak. Ez az új gépemben már 100%-ban volt a VGA-ra hagyatkozva, mert gyakorlatilag a config-nak az összes többi része mindent megadott a VGA-nak, hogy a maximumon tudjon futni, és hát ez ennyire volt elég. A következő játék, amit kipróbáltam, mert próbáltam picit így össze-vissza válogatni a játékokat, nyilván a Final Fantasy egy MMO volt, a Forma 1 az egy sportjáték, a Shadow of the Tomb Raider az egy TPS, és beraktam egy Civ 6-ot, méghozzá kipróbáltam DirectX 12 és DirectX 11-es módban is. Tehát a DirectX 12-vel eddig sose volt igazából jó tapasztalatom, mindig rosszabb FPS számokat hozott. A régi gépen tudott 64 FPS produkálni átlagban, és 42-ös minimumokat. Ez konkrétan az új gépre romlott úgy, hogy 83,5 átlag lett, 42 minimummal. Tehát szinte mintha semmi se változott volna, köszönjük szépen DirectX 12, majd talán egyszer működni fog rendesen, viszont DirectX 11-ben sikerült a 69 43-ról 70-46-ra föltornásznia. Itt az látszik ugye, hogy kicsit a minimumokat sikerült feljebb húzogatni a benchmarkban. Ez annyit tesz, hogy nem esett le olyan alacsonyra a frame rate mondjuk egy mozgásnál, vagy egy betöltésnél, vagy ilyesminél. Ami viszont sokkal jobban a CPU-ra hagyatkozik egy olyan játékban, mint a Civ 6, az ugye az ellenséges AI, illetve az, hogy egy kört milyen gyorsan tud letolni ez az ellenséges AI. És erre is van egy benchmark a játékban, ez pedig az eredeti gépemen 8,27 másodperc per kört tudott összehozni, míg az új konfigon már 7,83-at. Hát mondjuk ez sem olyan, amivel megváltod a világot, de látszik rajta, hogy ott, ahol számít, ott az a CPU azért dolgozik rendesen, csak nyilván a játékok nagy részében nem fog FPS növekedéshez kalauzolni minket. Na de, a végére hagytam a két talán érdekesebb dolgot ebből az egész listából, mert eddig ilyen százalékok jobbra-balra tologatásából álltunk, tehát hogy 1-2-3 FPS-ek, minimumok, pici emelkedése, stb. Viszont GTA 5-ben szintén lefuttattam 1080p-n high-on, high presetekkel a benchmarkot, ami abban is be van építve, tehát hogy így elég jó reprezentatív mintát tud adni. Az eredeti, a régi gépemen 92 átlag FPS-sel és 45 minimumokkal tudott futni a játék. Ehhez képest az új gépemen már, úgyhogy nem volt benne videókártya sere, 117 FPS-re fel tudott kúszni az átlagunk, és 66 fölé a minimumunk. Ez pedig azt jelenti, hogy ha egy 60 Hz-es monitoron nézem a GTA-t, a minimum FPS-ünk sosem esik be a natív 60 Hz alá, tehát elméletileg, hogyha nincsen elcseszve, és nincsen screen tearing, akkor
fix 60 FPS-em lett volna bármilyen helyzetben. Nyilván, hogyha 120 FPS-es monitorom lett volna, stb., akkor ezt lehetett volna fölnebb torrászni, és itt látszik először ugye, hogy egy open world-ebb játéknál azért a rendszer sokkal inkább hagyatkozik a CPU-nak a teljesítményére is, illetve a memóriára. És végül, de nem utolsó sorban, a játék fronton az én felsorolásomból nem maradhatott ki a WoW. Leteszteltem klasszikban is és retailben is, hogy milyen változás állhat be, hogyha egy ilyen upgrade-en túl vagyok, ahol nyilván a végén megmarad. Kérlek szépen srácok, a klasszik WoW-ban az előző géppel az átlagom 98,3 FPS lett, 83,5-ös minimumokkal, ezen a kis ilyen általam kreált benchmarkon, ahol Thunder Bluff-ből elrepülök Orgrimmarba és ott sétálok egy pár métert, viszont az új gépen ez felugrott, mondom, csak annyi történt, hogy kicseréltük a RAM-ot, a procit, a tápegységet, mondjuk az nem számít annyira bele, és fölkúszott 150 átlagra 100-as minimumokkal. Azért az egy elég basszív, egyharmados ugrás az előzőhöz képest. Ebből látszik talán, hogy egy MMO-ban, ahol sok játékos van, és netkódot kell a CPU-nak folyamatosan darálnia és zabálnia, sokkal fontosabb lehet több RAM, erősebb CPU. Viszont ehhez képest retailen, ahol ugye sokkal intenzívebb látványvilág van, magasabb polish modellek, komolyabb textúrák, stb., több effektel, a 93,8-as átlagunk a régi gépen a 64,7-es minimummal csak 107-ig tudott felkúszni, ami még így is azért egy több mint 10 FPS-es ugrás az átlagban, és egy szerény 4 FPS-es ugrás a minimumban. És ennyi volt a gaming benchmarkjaim. Hát srácok, mint láthatjátok, nem sok játékban érződik meg azért az, hogy ekkora ugrás történt a videókártyán kívül. Csak hogy ugye az én gépfrissítésemnél az elsődleges cél az nem a játék performance-nak a megugrasztása volt, akkor nyilván végijára próbáltam volna gyúrni, esetleg borzalmas pénzeket kifizettem volna hátsó utcákban, seftelő rohadékoknak 3-4-szeres áron, azért a bizonyos 3000 szériás GTX-ekért, vagy RTX-ekért, bocsánat, hanem ugye úgy döntöttem, hogy inkább a CPU és inkább a RAM az, amit upgrade-elnem kell munkára használt programokat akarok ezzel fejleszteni. Ez nyilván segíti a videóvágós részét a dolgaimnak, de a többi nem csatornához köthető munkámat is ez tudja előre mozdítani. Úgyhogy leteszteltem első körbe egy Cinebench-el, ami gyakorlatilag teljes mértékben letaglózza a CPU-t, ez szinte teljes mértékben a CPU-ra hagyatkozik, és itt az előző gépem, a régi gépem, amiben szintén nem volt rossz a CPU, tehát a 4930K egy 6 magos 12 threades proci volt, nem is rossz órajelekkel, viszont csak 5401 pontot tudott összeszedni, ehhez képest az új gépnek az 5800X-e 15.321 pontot ért el. Itt jön ki igazán az, hogy miért érdemes nekem CPU-t és RAM-ot frissíteni, mert azokban a munkamenetekben, ahol erre hagyatkozik a gép, ott már egyrésztről a CPU közti generációs ugrás, illetve a RAM-ban is a generációs ugrás nagyon-nagyon sokat számít. De természetesen ez is egy szintetikus dolog. Viszont szerencsére a Puget Systemsnek van olyan benchmarkja, ahol a munka folyamatot le lehet tesztelni After Effects-ben, Premiere Pro-ban és több más Adobe programban is, de nekem ez a kettő volt a legfontosabb. Az alaprender az úgy nézett ki, hogy a régi gép 394 pontot tudott elérni benne, az új gép viszont 835-öt. Ez is egy több mint duplázása a teljesítménynek az előző géptől a mostani géphez. És ugye ez csak a render. A render egy olyan dolog, hogyha mondjuk 10 órát kell dolgoznod egy projekten, és 10 órát kell renderelned utána, melyik az, amit szívesebben lefeleznél? Nyilván mind a kettőt felezi, hogyha fejleszti a géped, de ha csak 5 órát kell vele dolgoznod, az 5 óra render úgyis valószínűleg alvás közben fog futni, nem pedig a nap közepén, amikor nem tudsz mellette dolgozni, úgyhogy mi a fontosabb? Az, hogy mennyire gyorsan tudsz vele dolgozni, vagy az, hogy milyen gyorsan rendeled ki utána. Nyilván mind a kettőnek van jelentősége, de az én esetemben mindig a munkafolyamat az első. És ezt Premiere Pro-ban a régi gép 234 ponttal tudta hozni. Viszont az új gép Premiere Pro-ban, mondom, ez munkafolyamat, 437-et. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag megduplázódott a sebesség, amivel mondjuk
be tudom húzni a fájlokat, scrollozni tudok a timeline-ban, nem akad meg a gép, RAM-ba tudja tovább tartani azokat a frémeket, a vágásnál nem gondolkozik sokáig, tehát hogy egy sokkal fluidabb, egy sokkal jobban folyó munkafolyamatot tudok elindítani, és gyakorlatilag ez a legfontosabb az egészben. És a végére hagytam természetesen az én fortémat, az After Effects munkát, amit nyilván egy-két videómban láthatatok is, hogy ezzel szeretek kacérkodni. Ami talán legfontosabb volt nekem az egész upgrade-ben, hogy ez hogy fog szerepelni. Na már most, a régi gép 469, nice, pontot ért el, az új gép viszont 1362-t. Na most ez több dolog miatt is rohadt jó, nyilván sokkal gyorsabban fogok tudni vele dolgozni, vagy pedig hasonló sebességgel viszont sokkal több effektet tudok egymásra pakolni, ugyanazzal a teljesítménnyel. Ez pedig rohadt fontos egy After Effects munkánál, mert hát, hogyha ad abszurdum berakok egy bogyót, amit jobbról-balra mozgatok, rakok rá egy motion blurt, hogy szépen el legyen mosva, de ha még akarok rárakni valami színezést, vagy fényeffektet, vagy más ilyen blendinges hülyeséget, akkor az adódik egyre magasabbra és magasabbra és magasabbra, és egyre nehezebben tud vele megbirkózni a gép. És amikor arról van szó, hogy már 4K-ban kéne dolgozni, vagy pedig arról, hogy 60 FPS-ben, ez nagyon gyorsan összeadódik, hogy például egy Blizzard bukás a videónál legalább 100 munkaórán volt az animálásába és vágásába, ezt akár felezheti is. Úgyhogy én nagyon-nagyon boldog vagyok vele. Nyilván After Effects-nél ez azért tudott így kijönni, mert az After Effects nagyon sok mindenre használja a memóriát, és nekem például az, hogy négyszer annyi memóriám lett így hirtelen, az borzasztó sokat hozzáad, de nyilván ehhez kell az is, hogy a proci ezt ki tudja szolgálni, és az is, hogy most már ugye NVMe SSD-kről tudnak futni ezek a programok. Azt azért hozzátenném, hogy a játékok ugyanúgy HDD-ről futottak, mint az előző gépnél, a programok voltak azok, amik kifejezetten újra lettek telepítve, és SSD-ről futottak. Úgyhogy ez az én kis históriám itt a gépemnek a fejlesztéséről. Srácok, szarul állunk, nincsen videókártya, ettől függetlenül előre kell valahogy haladni, itt semmit senki se szponzorál, tehát ezeket a dolgokat úgy vásároltam össze, hogy én utána jártam, hogy mi az, ami a legjobb, legjobb árértékarány, leggyorsabb, legmegbízhatóbb. Én így tudtam összeválogatni, sok sikert nektek is a gépvásárláshoz ezekben a elég szar időkben, a kriptó, meg mindenféle hiányoknak köszönhetően. Remélem találkozunk legközelebb. Hogyha kíváncsiak vagytok, streamben összeraktam az egész gépet, ezt újra tudjátok nézni a csatornán, bent a leírásban. Remélem találkozunk legközelebb. Patreonosoknak külön köszönet, a ti pénzetek is benne van, amit összeraktunk belőle, a YouTube-ból befolyt összegeket is sikerült beleraknom, és külön köszönet a feleségemnek, hogy ő is hozzájárult ahhoz, hogy ilyen szuper gépem lehessen most. Már csak egy kurva videokártya kell. Reméljük az is össze fog jönni, srácok. Köszönöm, találkozunk legközelebb. Ha dumálnátok, gyertek Discordra. Sziasztok!